Hasot Szmatyánt látta vendégül péntek délután Cserpalkovics András polgármester a Városházán. Az örmény nagykövet először tett hivatalos látogatást városunkban. A találkozón a két nemzetközi együttműködési lehetőségekről is tárgyaltak a felek, szóba került egy esetleges új testvérvárosi kapcsolat lehetősége is. Örményországnak és Magyarországnak is nagyon régi történelmi gyökerei vannak. Fehérvár történelmi fővárosa Magyarországnak. Nálunk Ecsmiadzin töltött be hasonló funkciókat. Abban reménykedem, hogy ezen a vonalon lesz majd lehetőségünk testvérvárosi együttműködésre. Az együttműködést a két ország külügyminisztériumai tudják kezdeményezni. A testvérvárosi kapcsolatra Székesfehérvár nyitott. Erről már a város polgármestere beszélt a találkozót követően, hozzátéve, hogy a formalitáson túl egy ilyen kapcsolatnak akkor lesz értelme, ha azt tartalmi elemekkel is meg tudják tölteni. Mondok csak pár példát, amik fölismerültek. Nyilván mondjuk egy nemzetközi néptáncfesztiválon adott esetben érkezik arról a vidékről egy-egy tánccsoport. Különböző hagyományőrző csoportok tudnak akár innen, oda-onnan ide érkezni, de fölmerült gazdasági együttműködés lehetősége, illetve ugye történelmünkben vannak sajnálatos közös pontok. Például az itteni egykori szovjet katonai temetőben nyilván örmény nemzetiségű emberek is nyugszanak. Az elesett katonák családtagjait segíteni a sírok megtalálásában az önkormányzat. Ugyanakkor Örményországban is van sok magyar katonasír, köztük pedig lehetnek egykori fehérvári katonák is. Az ő beazonosításukhoz ajánlott Örményország most adminisztrációs segítséget. Ezzel a felhívással én most megragadom ezt a lehetőséget, élnék is, hogy aki tudja, hogy a rokonságában van olyan, aki a hadifogságban halt már meg adott esetben örmény területen lévő hadifogolytáborokban, és szeretne utánuk érdeklődni, akkor erre most egyértelműen nagykövet úr és szószóló jelezte, hogy van lehetőség, van nyilvántartásuk, egyre pontosabb, tehát ha egy-egy adatot megkapunk, akkor mi szívesen tovább küldjük. Ilyen módon pedig a leszármazottak többet tudnak majd meg a felmenőik sorsáról, tette hozzá a polgármester. Az esetleges kérvényekkel az önkormányzathoz fordulhatnak majd a fehérváriak, akik továbbítják majd az igényeket az örmény nagykövet felé.